Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 5-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek. Milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Ez a kártya mutat egy kiutat, és ő keresi ezt a kiutat, új lehetőségeket. És ez megnyílik számára. Ő aktív lesz. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzelmei, mint tegnap itt újra megjelenik az ördög. Ez lehet félelem, viszont valami kiváltja ezt a félelmet, és ez a kígyó van a háttérben. Valaki az ő környezetében, aki hazudik, aki becsapja őt, tehát neki itt vannak problémái. Mivel itt ezek a bosszúságok vannak a háttérben, és mint tegnap láttuk, ő ezt tudja is, még mindig érzi ezeket a nehézségeket. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a lovas férfi mutatja, hogy jön, mégpedig bátran. Ezt jelenti itt a tűz eleme. Bizonyára el fogja mondani azt, ami történt a napokban. És a napi kártya, itt ez a csokis kártya mutatja, hogy ő neki vágyai vannak, de ez még a jövőt illeti. Ez utalhat egy távoli utazásra is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!